Kormos Rebeka, pompás napok alapító és mesemondója. Itt ugye az adventi Isten hozta elsősorban. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismét itt lehetek. És itt akkor már nézőinek el is mondom, hogy tegeződni fogunk, hogy éppen meg is beszéltük itt az adás előtt. Itt Ferenc pápának ugye itt éppen Assisiben tartózkodik, ugye a szociális munka napján 500 szegénnyel együtt imádkozik, ők van egy kis dialógusra is lehetőség. És hát neked ennek a szociális munka napja az számodra nem idegen, ugyanis dolgoztál Máltai Szeretett Szolgálatnál. Így van, ugye én Ócsán élek, és ott ugye volt egy nagyon kiemelt projekt a devizakárosultak kapcsán, és helyi lakosként, illetve az ott lévő anyukás és pedagógus közösség között egy átkötő szerepben volt alkalmam így dolgozni, és segíteni azt a beilleszkedést, ami ott ugye feladat volt. De hát ez a munka, ez nem úgy van, hogy egyik nap elkezdődik, a másik nap véget ér, úgyhogy azt hiszem, hogy közösségi emberként ez mindig nagyon fontos, hogy empátiával és odafigyeléssel tudjunk fordulni. Mesemondóként sem ismeretlen ez a dolog nyilván, hiszen a mesemondónak mindig ismernie kell a saját közegét, akinek mesél, és hogy egyáltalán mik azok a ideák és megoldási minták, amit akár ezen a narratíván keresztül tudunk átadni. Ha már a meséknél tartunk, akkor pont talán a szegény koldus, a szegénység, ez egy igenis visszatérő motívum. Igen, hát alapvetően ugye a népmeséknél maga ez a szegénység nem feltétlenül csak fizikai értelemben, tehát tárgyi szinten vagy anyagi értelemben érthető, hanem lelkileg is, ami inkább a tapasztalatlanságot is jelentheti, vagy azt, hogy mindig-mindig az élet új feladatokat is és kihívásokat hoz elénk, de nyilván ha visszatérünk inkább ennek a leszorítottságára, akkor amikor az ember valamilyen szempontból bajban érzi magát, akkor mindig ugyanez az alapérzés jön felszínre, hogy jaj, én szegény, de jó lenne, hogyha valaki idézőjelben jönne és tudna segíteni, és a népmesék ebben is nagyon sok példát mutatnak, hogy a segítők hogy tudnak működni. Valamiért eszembe jutott Móri Zsigmond, mint akinek ugye ez egy nagy, bár nem mesék, de valamilyen szinten novellája, azt gondolom, hogy nagy mesélő volt, így van, hogy mennyit szerető került a szegénységnek a szerepe, hogy rá tud sikerült irányítani a figyelmet. Azok a mesék, amik itt a pompás napok, Ez egy módszertan, így van. Igen. Dr. Deák Zsótér Boglárka alapítótársammal alapítottuk 12 éve ezt a módszertan. Igazából az elején valóban a népi hagyományból kiindulva mi tettük, vagy elvégeztük azokat a feladatokat, ami elénk tárult, és aztán ez lényegült egy módszertanná. És ebben a módszertanban igyekszünk minden olyan segítséget megadni, amiben az emberi minták és megoldási lehetőségek ott vannak. Közben még, bocsánat, itt éppen azt hiszem, hogy mutatjuk itt ezeket a képeket, ugye a szegénység, ha már ez is ugye beszéltünk róla, szóba került, járt már egyébként korábban Assisiben? Én még nem jártam sajnos. Nem jártam, de én azt gondolom, hogy tényleg, tehát ez ott van minden embernek az életében, különböző életkorokban, vagy életváltás, nagy életkorszakváltásoknál is, hogy ha másban nem, akkor tapasztalatban vagyunk szegények, és jók azok a segítők. Jó, nem igen. Így a Szent Atyát láthatják a kedves nézőink éppen. Igen, ezek nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos küldetések, és ugye nekünk a népmesékben, illetve ehhez a témához kapcsolódóan, ugye van egy ilyen kis kártyánk, ami rajta van, ez a Krisztus Urunk és Szent Péter, ami egy nagyon-nagyon nagy mese kör tulajdonképpen, ahol Krisztus Urunk a Földön járt, és hát valóban konkrét segítőként ott van az embereknek, és ugye ez a népi kultúrában, a paraszti kultúrában egy nagyon erős mesekincs. Hogy maga, hogy Jézus Urunk a Földön járt, és Szent Pétert segítette az ő földi küldetésre? Ők együtt járnak, tehát hogy ők általában sokszor úgy vannak ábrázolva, hogy hát ugye mint ácsok, tehát hogy ők úgy járnak, kelnek a hétköznapi emberek között, hogy nem biztos, hogy minden esetben felismerhetőek, de azért mindig kiderül a végén, hogy ők azért a megfelelő viselkedés mentén áldást hoznak azoknak, akinek az adatik a gondviselésből, és bizony-bizony megfedik azokat, akik pedig nem jól
viselkednek, vagy adott esetben fösvények, és nem tudom, hát ezek a tipikus mesei helyzetek jönnek elő. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon jó, hogyha az emberek találkoznak ezzel a meseműfajjal, mert azt hihetjük, hogy csak a Bibliában vannak ilyen történetek. Maga a nép ajkán nagyon fontos volt újra gondolni azokat a történeteket, amit adott esetben a templomban, hirdetésnél bárhol hallanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ma is egy jó lehetőség. Nagyon szépen a gyerekek is fel tudják venni ezeket a mesei fordulatokat. Ugye az adventre hangolódva érdekes, hogy ugye a szegényeknek a világnapja, vagy ugye most, amiben az Ferenc pápa is egyébként azt hiszem, hogy szociális munka napján. Érdekes, hogy a szegénységre, ugye egyrészt az egyházat ugye gyakran érik ezek a vádak, hogy hát mennyi pénz van a Vatikánnak, stb. Vatikáni bank. De érdekes, hogy ugye Jézus folyamatosan a szegénységre búzít, ugye akár Szent Ferenc ugye előjön, igazi radikális szegénységre búzít. Például nem tudom, hogy ebben a történetben mondjuk Betlehemnek a szerepe, amikor Jézus ugye egy jászolban születik benne. Vannak ilyen ilyesfajta mesék így az adventre hangolódva? Így van. Az adventi időszak számunkra kiemelten fontos, hiszen maguk a népmesék összességében elmondható, hogy mindig valamiféle konfliktusból indul ki. Na most, amikor az ember egy picit elveszti a reményt, ugye, hogy hosszabbodnak az éjszakák, a sötét időszakok, tehát, hogy ha beleképzeljük magunkat abba a több száz évvel ezelőtt élt közegbe, akkor valóban ahhoz kell egy belső hit, egy bizalom, ahhoz, hogy újra elő fog jönni majd a fény, és ugye az adventi időszak elcsillapodása az egy nagyon fontos lelki folyamat ahhoz, hogy az ember ebben is tényleg meg tudjon nyugodni, és aztán ugye a legsötétebb éjszaka, ami Luca napjára esik, ugye a naptár különböző rendszerei szerint, de hogy az a leghosszabb sötét napunk tulajdonképpen a téli napfordulónál, és hogy ő maga, tehát a Lucának a személye, ugye sokszor a néphitben ilyen boszorkánysággal kapcsolatos, de azért ő egy nagyon fontos szerintem az adventben, hogy onnantól viszont elkezdenek hosszabbodni a napok, és ugye a legfényesebb pontja, amikor Jézus Urunk megszületik, és maga az a betlehemi jelenet, jelenleg mi dolgozunk ezen, hogy reméljük, hogy a jövő évben már akik minket megtalálnak, fognak találni egy nagyon szép 24 napos adventi kalendáriumot, amiben különböző szimbólumokat szeretnénk felvonultatni, ami a karácsony napjára, ugye Jézus születése napjára összeáll egy teljes történet, és gyakorlatilag a betlehemi jelenet sor elmondható a gyerekeknek, úgyhogy ebben is dolgozunk. Sok a feladat. De amit tartasz ugye kártyákat a kezdet, ugye ez a Jézus Urunk és Szent Péter a Földön járt mese. Így van. Ebben egyébként az adventi időszak is elén, vagy tehát mennyire jönnek például ebben a mesében mondjuk bibliai események, vagy... Abszolút előjönnek, hogyha valaki nagyon érdeklődik, akkor a Paraszt Bibliát, mint könyvet tudom ajánlani nagyon hiteles forrásként, ahol gyakorlatilag a bibliai történetek vannak felgyűjtve, hogy a nép ajkán hogyan éltek ezek tovább. Nyilván egy picit más a narratíva, mint ahogy a Biblia ezt elénk tárja, hiszen benne van az a józan paraszti gondolkodás, ami tényleg a mindennapokra jellemző, tehát nagyon sokszor a mindennapi élet dolgai megjelennek, és ugye az évkörnek ez a ciklikussága is ott van. Én szoktam a szülőket egy picit arra buzdítani, vagy bárki, akivel erről beszélgetünk, hogy nem mindig csak egy adott kronológiai sorrendben kell egy történetet feldolgozni, hanem bizony, hogyha ott megjelenik a fény, vagy a fénynek a hiánya, akkor azért ezeket érdemes lelki síkon is átgondolni, és megnézni, hogy bennünk hol van az a hit, bennünk hol van az a fény, és ha esetleg egy picit azt érezzük, hogy kevés, akkor mit tehetünk azért, és hova fordulhatunk, hogy ez egy picit úgy felcsiholódjon ez a belső ragyogás, és a hit és a bizalom. Mennyire fontos is, nem a gyermekek fejlődésben, hogy egyrészt a mesét, ezt én sosem fogom elfelejteni, amikor a dráma tanárom odafordult hozzám, és mondta nekem, hogy mindenképpen minél több mesét majd olvass a gyerekeidnek. Így van. De hogy hát maga, ha mi keresztényként, katolikus családapákként, anyákként szeretnénk úgy emelni a gyerekeinket, akkor talán a mese az pont az egyik legjobb eszköz arra, hogy hát belevigyük az Istent, belevigyük minél személyesebbé, minél megközelíthetőbbé próbáljuk tenni
Jézus személyét. Így van, és erre ugye ez a típusú mese kör ez nagyon alkalmas. Sokszor a népmesékkel kapcsolatban ma sajnos félelmek ébrednek a szülőkben, hiszen egy picit ettől a narratívától azért be kell valljuk, hogy elszakadtunk. Máshogy, tehát egy polgári családban azért kicsit másként szókimondó vagy igazmondó az ember. A népmeséket sokszor úgy látjuk, hogy nagyon nyersek, de azért én mindenkit arra buzdítok, hogy bizony a lelki egészségünk szempontjából egy biztonságos családi közegben egy akár még félelmet keltő népmese is olyan lehet akár egy gyermek számára is, hogy ott van az a biztonságot adó szülő vagy felnőtt, hozzá lehet bújni, hogyha valamilyen szorongató jön, de mindig, ugye mi magyar népmeséink szerint mindig mindennek jó a vége, ha jó a vége, és miért ne lenne jó a vége, hiszen a mesék ebben segítenek minket, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lelki adalék, hogy a problémát fel kell tudni ismerni, és arra a mesék stratégiákat, mintákat mutatnak, hogy miként lehet megoldani, miként lehet a szegény emberből gazdag ember, mit lehet megtanulni Krisztus Urunktól, hogy miért nem kell például a búza mellől a konkolyt mindenáron kiszedegetni, tehát hogy ezek ilyen nagyon hasznos, praktikus dolgok, még akkor is, hogyha nem vagyunk földművesek, hiszen mint konkoly, mint nehézségek ott vannak az életünkben a problémák. A 19.-20. század során volt ez a nagy kérdés, ugye pont a 19. század költői című vers, hogy mi is a szerepe egy költőnek, vagy miért szükséges az, hogy vers írassék. Ha a mesékre gondolunk, akkor miért annyira szükséges az, hogy vers, vagy mese írassék, és vers mondassék, vagy verset olvassunk? Én azt gondolom, hogy a mesemondó hagyományokból kiindulva a mesélő az mindig éppen aktuálisan alkot. Tehát van egy sok évezreden vagy emberöltön keresztül átszűrt nagyon fontos tematika, mondjuk akár legyen az, hogy ugye visszatérve ehhez az adventi időszakhoz, hogy mondjuk egy szegény asszony, egy özvegy asszony, hogy tud önmagán segíteni, amikor látszólag ő neki már szinte inkább kifele áll a rúdja az életből, de hogy akarhat-e ő jobban élni, vagy gondolhat-e ilyenre egyáltalán, és hogy tudja ezt megtenni. És akkor jön egy gyertyamártó asszony, a mese szerint, aki ad neki egy gyertyát, aminek a fénye mellett az fog szaporodni, amit ő csinál. Tehát ha belül rendben vagyunk, akkor kifelé is ez meg tud nyilvánulni, és egy ilyen áldott belső fénnyel valóban érvényre juttatnak azok a munkafolyamatok, vagy bármi, amiben elkötelezettek vagyunk. És visszatérve, hogy ez miért fontos, a mesemondó mindig aktuálisan kötheti ahhoz, hogy most majd fog jönni Luca napja, de az, hogy ő ezt hogy tudja adott esetben egy kisiskolás korosztálynak ezt a mesét elmondani, és aztán meg ne adj úristen egy felnőtt közegnek, akkor ott ő neki az fontos, hogy ebben a dologban jelen legyen, és azt gondolom, hogy a költő is nagyon érzékeny arra, ami ő vele, vagy ő körülötte történik, és ezt gyönyörű képekben meg tudja fogalmazni. Ugyanígy képeket fogalmaz meg, vagy fest ki a mesemondó a saját szavaival. Ezért a élőszavas mesemondásnak azért van egy felelőssége, hogy nyilván törekedni kell arra, hogy az ember teljes áhítattal oda tudja adni magát annak a pillanatnak, ahol éppen mesél, és annak a közegnek, akinek éppen mesél. Hát akkor most Rebekának nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem.